Sziasztok! A mai videóban arra gondoltam, hogy utána járok annak, hogy honnan is jönnek ezek a csúnya karácsonyi pulcsik. Én is rendelkezem mások szerint csúnya pulcsival, nem épp karácsonyiakkal, de mégis érdekel, hogy honnan jön ez az egész, és miért is ünnepeljük ezt a napot. A csúnya karácsonyi pulcsik rendkívül népszerűek. Akad olyan munkahely, ahol minden évben versenyt hirdetnek, és megszavazzák a legrondább karácsonyi pulcsit, majd tulajdonosa egy oklevéllel térhet haza. Ennek is megvan azonban a maga története, ami az 1950-es években kezdődik. Először a jól ismert darocskáról Jingle Bell pulcsinak hívták őket, mert akkor még korán sem az volt a cél, hogy csúnyák legyenek. Megmosolyogtatóak, színesek, mókásak voltak. Sokáig csak kis, helyi közösségek viselték ezeket a ruhaneműket, ám a 80-as években megjelentek a televízióban, és innentől minden megváltozott. A 80-as és 90-es években már teljesen elszállt az alkotók képzelete, így különböző minták és figurák jelentek meg a pulóvereken. Bár volt egy kis törés a pulcsik karrierjében a 90-es évek közepén, ez csak ideiglenes volt, ugyanis a 2001-ben bemutatott Bridget Jones naplója új szintre emelte az őrületet. A film hatására Kanadában megtartották az első csúnya karácsonyi pulcsis partit, ami hamar elterjedt Amerikában, majd az egész világon is. Egyre több cég zárja a karácsony előtti utolsó munkanapok egyikét ronda karácsonyi pulcsiban. Ne felejtjétek, hát december 3. péntekén érhetnek meglepetések, legalábbis ami az öltözködést illeti.